Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, a Beszéljünk róla magazint látják. Mai adásunknak egy nagyon nagy téma, a fő témája, nem más, mint a globális felmelegedés és a klímaváltozás. Higgyék el, amikor próbáltam ennek a műsornak a tematikáját összeszedni, nagyon nehéz helyzetben voltam, hiszen minden mindennel összefüggésben van. A kínai környezetszennyezés, a romániai PET-palack folyó és a Kiskunhalason a panaszkodásunk, miközben azt mondjuk, hogy úristen, de sok a szúnyog, közben pedig leverjük a fecske fészkeket, ahol csak tudjuk. No hát tőlem ezt a témát sokkal jobban tudják ma esti vendégeim, Kis Tamás biológus természetvédő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elfogadta meghívásunkat Gregus Viktor, a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És itt van velünk a stúdióban Füzesi Péter, környezetkutató mérnök. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük azzal, hogy Kis Tamás ma a Zöld Közösségért oldalán megosztott egy képet, amely az elmúlt 101 néhány esztendő hőmérsékleti változásait mutatja be. Arra kérem, hogy mondja el majd, mit is látunk ezen a gyönyörű színes képen. Szerintem eléggé magáért beszél a kép. Ugye nyilván a fehér részek azok jelentik az átlagos hőmérsékleti az átlagos hőmérsékletet, a évi hőmérsékletet. Ehhez képest a kékek, amik elsősorban inkább az elmúlt századnak az elején mutatkoznak, azok az átlag alatti, tehát a hűvösebb éveket jelenti. A pirosak, amik főleg mostanában inkább már vörösek, meg lassan már feketék lesznek, azok meg ugye ettől jóval melegebb éghajlatot, vagy jóval melegebb éves hőmérsékleteket jelentik. Van miről beszélnünk. A vége, az utolsó harmada, negyede ennek a képnek igencsak piroslik. Szóval mi várhat ránk? Hát, hogy mi vár ránk a jövőtbe, szerintem senki nem lát, jósolni nem tudunk, de ahogy a diagram is mutatja, meg ahogy a tudósok mostanában egyre jobban kongatják a vészhajlatot, sőt nem mostanában, hanem már igazából 20-30 éve, várhatóan ez egyre intenzívebb lesz a fölmelegedés, várhatóan egyre ugye az időjárásunk az nem lesz ennyire kiegyenlített, mint esetleg még 20-30 évvel ezelőtt, hanem sokkal inkább az lesz, hogy a csapadék kiegyenlítetlenebb lesz, nagyobb lesznek a szárazságok, hirtelen jönnek a csapadékok, és nyilván ehhez alkalmazkodni kell. A természet próbál alkalmazkodni, majd az emberiség kiderül, hogy tud-e. Ugye azt mondják a szakemberek, hogy nem a Földet kell megmenteni, hanem bennünket, embereket, ugye? Én is valahogy ezt látom, igen. Tehát a Föld valahogy túl fogja élni, lehet, hogy kell neki egy kis idő, míg kiheveri, de hogy az emberiség az, hogy fog ebbe részt venni, hogy fogja ezt túlélni, az egy más kérdés. Viktor, hogyan látja manapság, mely az a korosztály, akit érdekel a környezetvédelem, és mely az a korosztály, akit tisztelet a kivételnek nem nagyon lehet meggyőzni, és azt mondja, hogy engem ugyan ne próbáljon senki megnevelni, oda borítom, engem ugyan nem érdekel, mert ilyet is hallottam már. Hát nyilván a más rendszerbe felnövő korosztályoknak nem tolták még így az arcába. Most szinte már divatból, meg erőszakból is jön a környezetvédelem a médiákon keresztül, meg ugye az oktatásba is. Ez jó, ez érződik is, de sajnos szerintem még a fiatal korosztálynak is van itt Magyarországon, meg itt Kelet-Európában, Kelet-Közép-Európában behoznunk például a nyugati felfogást. Én úgy gondolom, hogy a 40 éves korosztályon felüliek kevésbé figyelnek oda a környezetvédelmi szemléletre. Ugye nem titok, a Sóstó partját is üzemeltettem az elmúlt időszakban. Mi mindent hagytunk ott magunk után, és most ilyen direkt királyi többest használok, hogy mi minden maradt ott a strandolók után, akár csak egy kiskunhalasi vizes élőhely egy tóparton. Rengeteg szemét, és itt aztán sorolhatnám, de a legszembetűnőbb és a legdühítőbb az a cigicsik, ugye, amit rengeteget felszedtem, most számszerűsíteni se tudom. Ugye kellemetlen felszedni más szájából, ráadásul víz közelbe kioldódik belőle a nikotin, ami köztudottan elég erős méreg, vízi szervezetekre is egyaránt, egy cigicsik, most, hogy igaz, nem igaz, körülbelül egy köbméter vizet tud elszennyezni. Nagyon sokat szedtem ki a vízből is, tehát a tóparton, a elhelyezett fekvőkön, raklapok körül naponta százakat is felszedtem. Ezen kívül mindenféle műanyag, hulladék, a pelenkáktól kezdve nyilván kijönnek a családosok, legtöbben természetesen kihelyezett szemetesekbe belehelyezték, de sokan nem, sőt találtam, csak hogy ilyen megbotránkoztassak, használt,
WC papírt, vagy egyéb papírt a parton az ott hagyott kupaccal is. Ilyen is előfordult, és elő is fog valószínűleg. De szép történet. Igen. Füzesi Péter vízügyi szakember. Viktor ugye említette, hogy akár egy csikkel több száz liter vizet tönkre tudunk tenni. Mivel tudunk legtöbbet ártani akár az ivóvízbázisunknak, és akár a felszíni vizeinknek? Hát én azt mondom, hogy a mindennapi életünkkel. A mindennapi jelenlegi életünkkel sajnos nagy mértékben tudjuk befolyásolni a felszíni vizeknek a minőségét. És hát most a cigarettacsikre visszautalva, annak idején mi ezt úgy tanultuk, vagy úgy olvastuk, hogy egy cigarettacsik például, hogyha egy elszívott cigarettacsikről beszélek, tehát nem egy még egész használatlan szállom. Cigarettának letépve a szűrőjét, ezt, hogy megtalálja egy gyerek, ilyen pár éves gyerekről van szó, tehát még nem 5 évnél idősebb, hanem az alatti, az akár komoly veszélybe kerülhet egy darab csíktől. És hogyha ezek szanaszét vannak dobálva, ázik bele ugye a vízbe, az csapadék az ugye mossa bele a tartalmát a talajvízbe, amiből időkérdése és szép lassan ugye az ott dolgozik a vízbázisunkban, mert ugye az már azért hozzátartozik. Tehát szépen le tud szivárogni. Le tud szivárogni, hát azért ott hála Istennek sok-sok szűrű van, és ebből a szempontból azért nem szeretik megnyugtatni senkit, de azért a föld, amit az előbb is beszéltünk, azért nagyon, hogy úgy mondjam, túlélő tulajdonságokkal van fölruházva. De alapvetően mindenképpen nekünk nagyon káros. Az öntözésre kell gondolni elsősorban, mert ugye a felszíni vizeket most már egyre nagy mértékben itt is, a közelben is ugye öntözésre használjuk. Mutatunk olyan felvételt, amely Romániában készült, és nemrég tényleg az interneten keresztül nagyon sok helyre eljutott. Vízügyi szakemberként majd arra kérem, hogy lehet, hogy kommentálja ezt, hogy mi mindent tud okozni akár egy nyílt vízen egy ilyen szennyezés, ami egyszerűen nem találja az ember rá a szavakat. Hát igen, igen. Ezek sajnos a szomorú történetek is, általában egyébként ez minden évben az áradásokkal ez előfordul, és ez jön hozzánk. Magyarország abban a szerencsétlen helyzetben van, hogyha így lehet fogalmazni, hogy hozzánk ugye érkeznek a folyók, nálunk elég kevés folyó eredés torkolik, a többség az ugye idegen területről érkezik hozzánk, ezért ugye a külső területeken elszennyezett vízgyűjtő rendszer az ide fogja juttatni ezeket a PET flakonokat, illetve nylonzacskókat. Hát igen, és ezek azért nagyon sokszor lehet közöttük találni, hogyha valaki már vette a fáradtságot, átnézve ez nem biztos, hogy pár éve, ez van, amelyik akár lehet 50-60 éves palack is, ami azt jelenti, hogy 50-60 éve ő kint van, a napsugárzásnak ki van téve, és a hőmérsékleti viszonyoknak köszönhetően ez ott folyamatosan erodálódik, tehát az ott aprózódik, megy tönkre, málik, és abból az egyéb szennyezőanyagok azok igenis ott vannak benne. De nem tűnik el? És nem tűnik el. Morzsolódik szét. Így van. Mutatunk ugyanilyen felvételt, ez Csehországban készült, és a YouTube-on találtuk, nézzük meg. Nem, mintha mi magyarok nem szemetelnénk ennyit, de Kis Tamást kérdezem, mint környezetvédő. Szóval mi minden fogalmazódik meg az ember fejében, amikor mondjuk ezt látja, hogy egy folyón ennyi palack torlódik össze? Hát az, hogy... Nem véletlen. Hát nyilván nem véletlen. Én már úgy pont egy másik felvételt láttam, az... Bensége Szerbiában volt, nyilván ott is volt áradás, ott is ugyanaz a probléma megtörtént. Ott egy hidat torlaszolt el a feltolódott, vagy hát egy hidba akadt fönt ez a rengeteg hulladék. A tegét nemes egyszerűség egy markol fogta, és átokta a másik oldalra, és engedte, hogy folyjon tovább a ottani petpalaksz. Tehát nyilván rengeteg mindent kellene tennünk, lehetne újrahasznosítani, de a műanyag az annyira beletette az életünkbe magát, és annyira ki kéne valahogy onnan kotorni, próbálni helyettesíteni, hogy rengeteg mindent kellene csinálni. A most hallott intézkedések, ugye, hogy X évtől tilos lesz a szívószál, meg a műanyag tányér, meg minden egyéb, javíthat ezen a helyzeten? Nyilván rontani nem rond, vagy legalábbis még ebben sem vagyok teljesen biztos, ugyanis ez az egész problémának csak a legcsúcsa. Tehát az, hogy most persze nagyon jó, hogy az eldobható műanyagok egy jelentős részét most kiszorítjuk, de például a csomagolóanyagként sok ezerszer annyi műanyag hulladék keletkezik, és azért mondtam, hogy ez lehet, hogy még csak ront a helyzeten, tehát megnyugodni nem szabad. Nagyon jó, örülünk neki, de ugyanúgy nagy gázzal kell menni, és kell ez ellen tenni, hogy igenis a csomagolóanyagokat is próbálják valahogy
csökkenteni. Nagyon egyszerű helyzet, reggelente szoktam kávét inni, és szoktam venni tejport. Egy nagy dobozzal, és mondjuk egy hónapig kibírja. Legutóbb nem tejport vettem, hanem ilyen kiöntős kávétejszínt. Aztán rájöttem, hogy mekkora hülyeséget csináltam, ugyanis azért a fél decinyimé, talán még annyi se kávétejszínért, mindig egy ilyen műanyag kupakot ki kell, hogy dobjak. Ha tudatosan gondolkodik az ember, akkor azért talán van egyfajta megoldás. Én ma kimentem a halasi piacra, és egy picit szándékosan provokáltam olyan embereket, akiknél nem eldobható nejlonzacskó volt, illetve reklámszatyor, hogy miért is kosárral mennek, meg miért kis táskával. Hallgassuk meg a véleményüket, hiszen csomagoló anyagról van szó. Nem lenne egyszerűbb kosár helyett nejlonzacskót vinni? Nem. No, miért választja a kosarat? Győzzön meg bennünket! Kényelmesebb. Meg a nejlont eldobják, szanaszét dobálják. Nem. Sokkal egyszerűbb ez. Beteszem a kocsiba, az kész. Mennyi egy ilyen kosárnak az élettartama? Nem. Hát egy 3-4 év biztos. Ez idő alatt mit satszol? Hány zacskót használna el? Jújjaj, meg se tudnám mondani. Nem szeretem a szacsikat tartogatni, eldobni sajnálom, felhasználni nem tudom, ezt kimosom, kivasarom is. Mindig nálam van szacsomban, mindig van 2-3, javaslom másnak is. Mi kell hozzá, egyfajta tudatosság? Hát nem tudom, ez csak úgy belülről jön, én ezt így szeretem, a sok zacskóval nem tudok mit kezdeni. Persze befolyásol az is, hogy örökkén mondják, hogy lebomlik, nem bomlik le. Nem szeretem az ilyeneket. Valamit felhasználok abból is, de ez sokkal egyszerűbb a számomra. És trapabíró, megbízhatóbb a teherbíró képessége. Hogy nem szatyorral viszi haza a terméket? Én mindig kosárral szoktam. Milyen megfontolásból teszi ezt? Kényelmesebb, és nem kell. Így is elég sok hulladékot dobálunk, zacskót például. Körülbelül egy ilyen kosárnak a kihordási ideje mondjuk 5-10 év. Ennyi idő alatt meg lehet satszolni? Sokkal több is. Mennyi zacskót használna el? Mit satszol? Rengeteget, de így is használunk. Tehát folyamatosan nejlonzacskókat használunk. Én szoktam itt szólni, hogy nem kérek. Ugye mi magyarok vagyunk, van egy olyan nejlonzacskónk, amelyben nejlonzacskók vannak. Hová vezet ez? Kihalunk. Látom, hogy egy bevásárlókocsival jöttem. Hát nem lenne egyszerűbb nejlonzacskóban hazacipelni a terményt? Nem. Sokkal jobb így. Mert könnyebb. A kocsiig elviszem vele, és akkor otthon csak ki kell pakolni a hideg kamrába. Mondjuk ez biztos kibír egy 10 évet, mert vigyáz rá. Ennyi idő alatt mennyi zacskót kellene elhasználni, mire gondol? Rengeteget. Nagyon sokat. De azért megmondom őszintén, hogy néha nálam is van nejlonzacskó, mert úgy csomagolja az árus, hogy nejlonzacskóba teszi, és ez nem helyes. Ugye látom, hogy itt a halasi piacra jött bevásárolni, és jó előre egy többször használatos táskát hozott. Milyen megfontolásból? Hát azért, mert ez sokáig kitart, és én a reklámszatyrokat nem nagyon szeretem. Ebből könnyen tisztítható, nagyon praktikus. Ön szerint mennyire kerülhető el az ilyen műanyag zacskók használata? Hát én így hirtelen most nem tudom, az mennyire kerülhető el. Hát hosszú folyamat ez, amikor az ember hoz egy olyan táskát, amibe bele tudja tenni, fél kiló, egy kiló belefér. Ez egy kicsit hosszú folyamat még. Tudatosság kell? Igen, szerintem igen. A kosár a természetes anyagból van, nem dobjuk el. Mennyi időt bír ki egy ilyen szép piros kosár? Ha vigyázunk rá, szinte egy életet. És ennyi idő alatt mit satszol, hány zacskót fogyasztanánk el? Hát minimum 20-at ennyibe van, mert van is végül is nylon zacskónk bőven, de azt külön viszegetnénk, mert még a ruháért is azt adnak, a zöldségfélé, gyümölcsé, mindenütt, meg nyúlunk automatikusan, ha nincs papírzacsi az áruházakban is. Nos, itt a stúdióban mi a műanyagkor gyermekei, folytatjuk a beszélgetést a környezetvédelemről. Nagyon sok esetben, amikor látunk híradásokat nagyobb környezetszennyezésekről, azt mondjuk, hogy ugyan ez messze van tőlünk, hát hol érdekeljen ez bennünket, az az ott élők, a kínaiak, a Fülöp-szigetekiek és az indiaiak problémája, dolga. De a környezetszennyezés itt van az életünkben. Kis Tamás a napokban mutatott egy olyan felvételt, és rögtön szólok nézőinknek, hogy egy picit megrázóbb felvétel van, tehát aki nem szereti az ilyen látványt, az most csukja be a szemét.
A Szilády Áron Református Gimnázium udvarán készült a felvétel, látunk a fészekben madarakat és műanyag hulladékot. Halljuk a kommentárt, hogy mire is figyeljünk majd mi oda. Ugye a felvételen az fog látszódni, hogy majd szépen megy le a felvétel. Ugye egyrészt a erdei pinyfióka éppen kéri az eleséget, aztán csak ahogy látjuk a Damilon, a testvére, ott lóg, nyilván már elpusztulva. Ez egy teljesen általános jelenség. Ugye a madarak nem csak az erdei pintyek, igazából a gólya is, minden madár, ami fészekanyagot hord, szereti ezeket a szálas, hosszú dolgokat, fűszálat, gajat, meg hát nyilván vállamadzogot, damilt, az is ugyanolyan felépítésű elsősorban neki, berakja a fészekbe, csak ezek sok esetben okoznak ilyen problémákat. Amikor megyünk esetleg gólyát gyűrűzni, nagyon sokszor szoktunk olyat találni, hogy rá van gabolyodva vagy a lábára, nyilván le kell vágni. Ezzel madár mások után nem lehet tenni. És ez itt van nálunk, a szomszédban, a kertben? Ez itt van nálunk, a szomszédban, a kertben. Viktor, vizes élőhelyeken mi mindennel lehet találkozni, hiszen nagyon sokszor bejárja az internetet olyan fotó, hogy teknős a reklámszatyorból nem tud kijönni, hal nem tud kijönni a reklámtáskából. Mit tapasztalnak itt Kiskunhason és környékén? Talán a legszembetűnőbb ilyen terület. Nyilván Sóstón és az egyéb vizes élőhelyeinken is találkoztunk ilyen műanyag hulladék és azáltali balesetekkel, de amikor a Jókai úti volt szeméttelepet számolták föl, ugye ott kikotorták mélyről az ott hagyott, gyakorlatilag megmaradt műanyag hulladékokat, és így is rengeteg maradt. Nagyon jó felvételek készültek valahol az egyesületünk oldalán megtalálhatóak. Inekciós tűkből, fecskendőkből építettek fészket az ott élő madarak. Nagyon sok beleakadt ilyen műanyag darabokba, el is pusztult, talán te csináltál fényképeket róluk. Így mechanikai sérülést okoznak, és megakadályozzák őket a táplálkozásban, mozgásban. Sőt, ugye ezt inkább a tengeri nagyobb emlősöknél bálnák, egyre több bálnatetem kerül elő, amelynek a gyomrában több kiló műanyag hulladékot találnak, ami valószínűsíthető, hogy azért pusztult el, mert elakadt az emésztő rendszerében. Mennyire vagyunk mi különleges, specifikus helyzetben vízügyi szempontból? Mert nagyon sok ország a világon összetenni a két kezét, az ott élő emberek azt mondanák, hogy fele ennyi vízük és fele ilyen tiszta vízük lenne. Mennyire van itt a Kárpát-medence közepén Magyarország kiemelt helyzetben vízügyileg? Eléggé. Nagyon. Azt lehet mondani, hogy nem hiába régóta beszélünk erről. Hála Istennek, ez viszont a mi szerencsés helyzetünk, hogy itt medence jellegből adódóan van vízünk. Ettől függetlenül nem jelenti azt, hogy pazarolni, vagy úgymond nem vagyunk rá felhatalmazva, hogy erre vigyáznunk kell. Nagyon fontos ezt, főleg a felszíni vizeket megóvnunk, hiszen a felszíni vizek minőségétől függ majd későbbiekben a rétegvizeknek is a minősége. Azért van összefüggés, még hogyha nyilván őrületesen nagy idő telik el azért, de attól függetlenül azért van rá hatás, és ugye, mint ahogy láttunk a felvételekből is, hogy itt már több évtizede zajlódik egy komolyabb szennyezés az emberiségnek, és igenis ez ki fog hatni előbb vagy utóbb. És sajnos ezt próbáljuk megóvni, és ez nagy problémát fog okozni. Tehát vigyáznunk kell, és ami még szintén azt mondom, hogy nekünk talán egy különleges helyzet, amit ugye az elején is mondtam, hogy ugye a határaink túlról érkezik hozzánk a folyóvizek nagy része, ami azt jelenti, hogy ide fogja hozni a hulladékot. Tehát valóban én is találkoztam olyannal a külföldön, hogy egyszerűen ezek a, hogy úgy mondjam, a hegyvidéki falvak úgy oldják meg a hulladékszállítást, hogy majd elviszi a tavaszi ár, és az mind nálunk köt ki. Tőlünk viszont nem viszi el senki, mert ugye itt azért a medence jellegből adódóan itt leteszi a hordalékát a folyó. Nemrégiben voltam Óbányán, és elment az ember a házak mögött lévő kis patakba lemosni a sarat a bakancsról, és mindenhol a purhab volt megkötve a házfelújítások után ott hagyott törmelékkel és a purhabbal, illetve festékes dobozzal Óbányán. Gyönyörű az a sétány oda fölfelé, meg az a túraútvonal, csak ott lent a falunál, ott már azért az emberi ráhatás van. Meddig tűri a Föld mindezt? Mert ugye beszélünk arról, hogy globális felmelegedés, klímaváltozás, mikor fog a Föld azt mondani az embernek, hogy na jó, akkor elég volt kis öreg itt a ténykedésből. Kérdezem ezt azért, mert most a mai hír, esőerdőket gyújtunk fel az Amazóniában, a másik hír Grönlandon,
több millió tonna jég olvad el, és a szánhúzó kutyák már nem a jégen futnak bizonyos gleccsereken, hanem vizen, mert annyira olvad a teteje. Hát a Föld az talán még egy 4 milliárd évig, vagy nem is tudom eddig, amíg a nap... Amíg a napocska engedi. Engedi, addig talán lenni fog. Az, hogy élet lesz rajta, az talán az kimondható, hogy egy jó ideig talán még lesz élet, de ugye ez a 1,5-2 Celsius az, ami a, amit mondanak, hogyha ennyivel emelkedik a Föld átlag hőmérséklete, akkor az emberi civilizációnak az a végét jelenti. Ezt olyan 50-70 év köré satszolják, hogy ez így be fog következni. Nyilván ezért is vannak ezek a klímaegyezmények, hogy próbáljuk ez alatt tartani. Ehhez ugye az üvegházhatású gázok kibocsátását kellene globális szinten minden egyes nemzetállamnak csökkenteni, de az mondjuk azt kellene, hogy mondjuk Amerika mondjuk például ne lépjen ki belőle, meg mondjuk Kína is csatlakozzon hozzá, tehát nagyon sok nagy államnak kellene ebbe tényleg aktívan részt venni, és egyrészt nem csak megígérni a dolgokat, aztán hagyni, hogy elteljen az idő, hanem neked be is tartani. Szúnyogírtás, szúnyoggyérítés, országos viszonylatban is megy rajta a polémia, hogy mivel is írtsuk mi ezeket a szúnyogokat. Fecske már nem nagyon van, mert a mezőgazdasági területekről elüldöztük őket, a városból meg főleg, mert hát oda piszkítanak az én szép erkélyemre vagy járdámra, és nehogy megmerjék már ezt tenni. Halason is van rá példa, hogy miközben szúnyoggal teli egy lépcsőház, levert fecskefészkek vannak ott. Szóval mivel érdemes védekezni a szúnyogok ellen, mit mond rá egy környezetvédő? Vannak bizonyos biológiai módszerek, amit a zállóvizekbe helyeznek el, és gyakorlatilag a szúnyog lárvákat, petéket felfalják. Nem annyira hatásos, főleg egy ilyen esős időszak után, mint amilyen például most a május volt, előtte szárazság volt, ugye, aztán rengeteg csapadék lehullott hirtelen, a szúnyogok szaporodásának ez nagyon kedvezett, és ahogy ez el is múlt, ez az esős időszak, robbanásszerűen megjött a meleg, vele együtt a szúnyog invázió is. Hát nagyon ez ellen biológiai módszerekkel nem nagyon, vagy nem tudunk hatásosan fellépni. Hát jobban kéne tűrnünk talán. Ugye mondják, hogy agresszívabbak a szúnyogok, meg új szúnyogfajok. Igen, ez valószínű, hogy ellenállóbbá válnak már a vegyszeres kezeléseknek is. Fecskék, ugye, és az egyéb, nem csak a fecskék, rengeteg olyan ragadozó madarak, denevérek, nek az eltűnéséhez is hozzájárul az életmódunk, amik szintén előidézik a magasabb, meg a nagyobb szúnyoginváziót. Úgyhogy ez egy nagyon komplikált dolog. Ugye védjük a fecskéket, kardozunk Facebookon, meg a méhekért, közben a másik oldalon meg ugyanazok, szinte az önkormányzatokat, meg mindenkit szídva követelik a vegyszeres szúnyogírtást. Sajnos a szemléletünkön kéne változtatni, és egy kicsikét én úgy gondolom, hogy elfogadóbb. Meg kéne érteni, hogy mi miért van, és akkor talán jobban el tudnánk fogadni. Hát a szúnyoginvázió ellen sok mindent nem tudunk tenni, túl kell vészelni. Kis Tamás így mormogta a bajsza alatt, hogy a denevérek is. Igen. Mennyivel kevesebb denevér van? Hát nyilván kevesebb van, meg lehet kileknem, hogy denevéreknek is odut, tehát lehetne őket is szaporítani. Sőt, tudtommal Olaszországban már inkább a vegyszeres írás helyett inkább például a denevér uduk kihelyezésével foglalkoznak. Nem egy-kettőt, hanem nyilván több százat, több ezeret helyeznek ki a városokba is, hogy ezzel is segítsék a szúnyogmentességet. Amúgy én egy picit vitatkoznék a Viktor kijelentésével, legalábbis amennyire én tudom, a biológiai szúnyogírtás működhetne, csak nyilván sokkal nagyobb felkészültséget, sokkal több munkát igényelne. Ugyanakkor cserében mondjuk nem az lenne, hogy permetezünk, és akkor a 100 rovarból egy, amit megöl, az pont a szúnyog lesz, a többi 99 az a méh, a lepke, meg az összes többi rovar, ami éppen repül. Tehát ezt kellene legalábbis szerintem erőltetni, nem csak a szúnyogok miatt, hanem azért is, hogy a környezetvédelemre is gondolva minden más megmaradjon, ne csak a szúnyogok. Mikor jutunk el oda, hogy mondjuk olyan szennyvízkezelő telepeink lesznek akár Magyarországon, hogy onnan szinte ivóvíz minőségű vizet tudunk kiadni? Mert ez egy nagyon fontos dolog. Engedjük a vizet. 3 decinyi pisit, mi hány, nem tudom, 10 liter vízzel öblítünk le. Hát számoljuk össze, hogy egy kiskunas városnyi lakosság reggel lehúzza a WC-t, mennyi víz megy veszendőbe, és a szennyvízkezelő telepekről ez megy szépen kifelé. Hát ez van egyáltalán, létezik olyan technológia, amivel ezt meg lehetne fogni, itt tartani, és egyéb, ezt az egyébként szürke vizet még valamire használni? Létezik, van rá lehetőség, a technológia az azt mondom, hogy elérhető. Nyilván
ehhez nagyon sok pénzre van szükség. És éppen ezért talán azt mondanám, hogy nem is biztos, hogy Magyarországon ebben kell gondolkodni, hogy a szennyvízből rögtön azonnal ivóvizet facsarjunk, és utána azt ígyük meg. A további felhasználásban szerintem sokkal nagyobb lehetőség van, és ahelyett, hogy leengedjük a folyóinkon vagy a csatornáinkon a megtisztított szennyvizet, azt kellene inkább helyben felhasználni. Vannak ilyen példák már, amikor újra használjuk ezt a vizet? Mert hát a német összegyűjti akár az esővizet, és azzal öblíti a WC-t. Igen. Igen, tehát lehetne most is, akár például Kiskunhalason is azért a maga a szennyvíztisztító telepnek a működése az elég egy komoly telep épült, éppen ezért a hatásfokkal szerintem elérhető cél, hogy ezt utána későbbében valamilyen úton módon azért tovább hasznosítsuk. Tehát visszatérve egyébként egy kicsit itt a madarakról, amiket beszéltünk, ugye az, hogy lássa, hogy mindenki, hogy azért itt tényleg bonyolult összefüggésekről van szó, például a feskénél is, ugye mi mondjuk azt, hogy persze itt mi próbáljuk mi dédelgetni, és a feskéket meg a gólyákat megóvni, de közben sajnos a fecske egy vándorló madár, ami egy hatalmas távot, a kis méretének ellenére egy hatalmas távolságot tesz meg, és ugye megkerüli egész Afrikát, és az egész úton folyamatosan ki van téve mindenféle viszontagságoknak, és például a mi mérsékelt tövi viselkedésünkből okán a Szahara például nő. Ugye ezt sokszor kevesen nézik a térképeket, de sajnálatos tény az is, hogy a Szahara egyre nagyobb, ez azt jelenti, hogy víz nélkül ezeknek a kis madaraknak egyre nagyobb területet vagy távolságot kell megtenni. És ugye itt megint csak, ugye, amit beszéltem is, hogy a víznek a szerepe. Tehát nekünk úgy gondolom, hogy nem csak vízügyi szakembereknek, hanem úgy általában az egész magyar lakosságot beleértve mérhetetlen szerepünk van, hiszen ezt a vízkincset, ezt a vízbázist, amit jelen pillanatban napjainkban van, ezt nekünk tovább kell tudni adni, és majd az unokáinknak, amiről sokat szoktunk beszélni, legalább ilyen minőséget kellene átadni. És sajnos jelen pillanatban nem ezt látjuk, tehát nagyon sokat kell dolgoznunk azért, hogy elérjük azt a minőséget a felszíni vizek esetében, amit esetleg mi kaptunk. Uraim, köszönöm szépen a beszélgetést. Ha nem is váltottuk meg a világot, de legalább, ugye? Próbálkozunk. Igen. Köszönöm szépen még egyszer ezeket az információkat. Kedves nézőink, tartsanak velünk jövő héten, és tudják, szerdán este 19:30 kezdődik a Beszéljünk róla magazin egy-egy adott aktuális témával. Viszontlátásra!